Ez a nagyobb, ez egy lakótér lenne, egy 60% a galériával fedve. Borók Péter leendő otthonát mutatja. A különleges szalmaház azonban úgy tűnik, nem fog megépülni. Elkövetett ugyanis egy hibát. Elkövettünk egy olyan jogsértést, miszerint 15 méterrel, az egyébként 518 méter hosszú telken hátrébb tettük a házat, tehát most nem 82 méterre van a hátulja az utcafronttól, hanem 97-re. Egyébként 110 méterig beépíthető a terület. És hát emiatt egy több milliós, még nem sikerült eldönteni, egy 3,6 vagy 5 millió forintos bírság elé nézünk. Borókék a jogsértést azzal követték el, hogy elmulasztották az építési engedély módosítását kérni az építési hatóságtól, márpedig ezt a vonatkozó törvény, illetve kormányrendelet szigorúan szankcionálja. A törvény, illetve a kormányrendelet nagyon szigorú. Fontos azt megjegyezni, hogy alapvetően ahhoz kapcsolódik, hogy eltér-e a kivitelezés során az építési engedélytől az építtető vagy sem. A rendelet a méltányosság fogalmát nem ismeri, a büntetési tételek pedig igen jelentősek. 140 ezer forintos négyzetméter árból indul ki a hatóság. Erre van egy 50%-os szorzó, tehát a maximális bírságtétel az 70 ezer forint négyzetméterenként. Ezt az eltérés mértékéhez számítjuk, és a készültségi foka, az épület készültségi foka ezt befolyásolja. Azaz, minél előre haladottabb az építkezés, annál magasabb. Teljes készültségnél a szorzó 1, tehát akár a teljes építési költség összegét is elérheti a büntetés, amelynek megfizetésére 60 nap áll az építtető rendelkezésére, különkérésre további 60 nap hosszabbítással. A másik megoldás az épület elbontása. Ez a sorsvára a Borók család rég várt otthonára is. A 4,5 éves kis Peti pedig nem érti, miért nem épülhet tovább a szalmaház, ahová pedig már nagyon szeretett volna szüleivel és testvérével beköltözni.